Hello, szevasztok! Folytatjuk az Amnézia 3-at. Ugye az előző részben sikerült beszélni a doktorral, és el kell jutnunk... The town. The doctor said it was through the pass. Here, on the map. So I just need to find my way to that. Tehát most ott vagyunk az Almamaru Fort erődben, ugye? És nekünk az Amantesemt izéhez kell eljutni? Hát ez egy szép séta lesz. Na! Ó! Oh. Dankeschön! Hogy állunk? 8 perti. Ó! Kaptunk egy nagy mennyiségű lámpaolajat, és valami közepes. Ó, Danész, olajjal is most el vagyunk látva rendesen. De ez még nem akar. Mi van ez a lámpával? Ez még nem akar, hogy ész nélkül pazaroljam. Itt is van egy gyertya, de egy gyertya miatt nem. Azt azért nem. Igen, és akkor... hát ez csodálatos, ez még mindig zárva van, bár nem egészen értem, hogy miért. Nekem arra kéne menjek? Nem, onnan jövünk, várjál. Ugye? Igen, jó fele megyek. Can't we just get out of here? This place gives me the creeps. They're dead and gone. Can't hurt you now. Ah, Jesus! Jonathan, look out! The door! Get to the door! Everyone! What are we doing? The keys! Lock the damn door! Ők is találkoztak azzal a lényel, ami továbbra is itt mászkál. Uha. Honnan tudod, hogy ő az? Hát nincs meg a feje. Ja, a kalapács. Ó, maximumon van a gyufánk! Na, várjál csak. Hello? Hát ez nem igaz. Minden ajtó zárva van. Hiányzó készleteket lopásként fogják kezelni. Az egy kicsit beszartam. Én azt hittem az a... I think it stopped. És ha nem? Menjünk vissza?
Na jó, ne, inkább ne. Jó, most viszont... Itt is van egy gyertya, de ezt minek gyújtsam meg? Van egy picit? Ah. Jó, akkor semmi. Aha, és itt jövünk. Oh, itt volt ez. Értem. Jó, hát akkor szerintem már nem kell visszamenni ebbe az épületbe, mert... A lényeget ugye megnéztük, a rádió volt. Jonathan, we escaped through the big gates into the pass. Most már csak valahonnan töltényt kellene szereznünk a tankhoz. Mert ott ugye az épületben nem találtunk. Mi is volt? Semmi. A tükörkép. Amúgy aranyos csajnak tűnik. Igen, tehát... Oké, ez eddig rendben van. Ja, a tankkal kéne kilőni azt a nagy ajtót, csak... Igen, csak az a problémám, hogy... Ó, várjál! A kulcs! A kulcs! Ez lesz mindennek a kulcsa. És csak! Ó, ez az! Ó, igen! Jó. Akkor még sincs probléma. Zó. Van rögtön egy gyertya. Tudod mit? Miért ne? Van itt... Halászszaga van. Egy papír. Szállítmány. Hát ez igen, ez valamilyen szállítmány. Oké, jó, köszönjük. És több fiók jönni. Aha, mások hiányzik. Jó. Ó, 9/10. 6/10. Mármint a lámpás, az 6-oson van. Te... Ó! El vagyunk kényeztetve. Ez mi? Várjál, kettő... Jó, kettő... három... Ilyenkor mindig fényforrásokat keresem, hogy mennyit tudok meggyújtani egy darab gyufával. Megvan. 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 Jó.
Ne használd vason. Pontosabban ne használd fémen. Egész pontosak legyünk. Opa! Opa! Rombolok. Salétromot a tartósításhoz rendeltem el, nem a puskaporodhoz. Elszállítottam a raktáraimba és ott is maradt. Kérvényes sajátot. Szállásmester. Tudni, hogy igen, tehát ez lesz ugye a fegyverraktár, és itt kell majd a tankhoz töltényt keresnünk. Raktárkezelő portaszolgálat műszak február 10-e. Fontos, mielőtt az árut felviszik a főépületbe. Ellenőrizzék, igen, a tizedes rendelkezésre áll-e. A szállásmesternek mindig jelen kell lennie, hogy ellenőrizze a szállítmányt. Ne hagyják a dobozokat a napon. Mert különben meleg... melegük lesz. Ó! 8 per 10! Per 10. Itt is van egy cetli. Ha alacsony a kénkészletünk, akkor használjátok a gyógyszerkészlet kénes kenőcsét és forraljátok fel a kivonathoz. Nem ideális, kiszámíthatatlanná teszi a porkeveréket, de jobb, mint a semmi. Ha kérdésetek van, forduljátok Kadir tizedeshez. Kén, salétrom... Kénpor, faszén, salétrom, puskapor, keverék. Tehát nem megkeresni kell az ágyú töltényt a tankhoz, hanem összerakni. És itt a három... Ójaj! 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 Értem én. Ez kinyílik? Akkomson! Persze, hogy nem. El van torlaszolva. Shit! Hát hülye vagy! Hát ez nem sokon múlott. És ez mitől élesedett ez a fegyver? Jó kérdés. Oké. Oké. Kettő... Jó... Csakol. Igen, ez egyébként tényleg úgy néz ki, elég jó lett ez a textúra. Jó, a szenet azt nagyon-nagyon hamar megtaláltuk, az nem is baj. Na először ezt takarítsam innen el, hogy legyen egy shortcutunk, mert szerintem ez az előző terem ez visz minket. Ez az. Így. Nagyszerű. Na azt is be tudtam volna gyújtani, az ördög vinné el. Ha, érdekes. Ott is van egy gyufa. Gyújtsam meg ezt is. Most az egyszer, jó? Most az egyszer. Így né.
Bár hogy ez mitől ad itt fényt, azt ne kérdezzétek. De valamiért ad fényt az is. Ennyi! No problémo. Maximum gyufa mennyiség megint. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. 5 per 10. Na lássuk, itt mi a nagy helyzet. Hát ez... igen. Ez csodálatos. Itt... oké. Okay. 1, 2. Pont nem értem oda. Ó, látom, hogy ez ebben csoki volt eredetileg. Nincs semmi. Nézzük meg a fiókokat. Ez mi? Doboz. A következő tárgyak a százados engedélye nélkül tilosak. Gyógyszerek, erőszaszos italok. A ketrecet rangidős tisztjelenlétel nélkül tilos kinyitni. Ezt már szeretem. Lehet nyitni az ablakok. Nem, ezt nem lehet. Ó, micsoda fizika. Igen. Ejha! Húha! Talán mi történt? Hehehe. Csak én nem tudok ide be... Aha. Careful. Careful, this is rigged. Some sort of trap. Csapda. Tényleg, igen, 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 oda van. Kézigránát látom! Aha, kézigránáthoz van oda kötve. Uda durva. Akkor... ezt nem vettem észre időben. Júj! Maybe this isn't such a great idea. Jól mondod! Valóban nem ez a legjobb ötletem, ami valaha volt. Most jól sejtem, hogy... na várjál csak. Szerintem... nekem ezt... tehát jól sejtem, hogy nekem... ó jaj! Ó jaj! Ó jaj! Ajajajajaj. Mennyi olaj van itt!
vettem föl? Ez a... Ez a HP töltő, egy gyógyszer. Aha. Két kicsit. Jó. Egy papír. Azoknak, akik utánunk jönnek. Kudarcot vallottam. Megpróbáltunk hősi halált halni, de ezek az ördögök nem engedik. Az üvöltés nem marad alább. Nem tudom kizárni, nem bírom elviselni. Úgy bánnak az embereimmel, mint egy kegyetlen gyerek a kiskutyával. Gyönyörködnek a fájdalmukban, és közben végig engem figyelnek. Alderik folyton a nevemet kiáltja. Gardinier már nem lélegzik. Ő a szerencsésebb. Az öngyilkosság bűn, de az úr elhagyott minket, és én nem adom meg ezeknek a démonoknak, amire vágynak. Így hát itt állok, és a saját feltételeim szerint halok meg. Kérlek, ne mondd el az én Aurelimnek ezt a sorsot. Mondd neki, hogy valami dicsőséges, nemes cél érdekében haltunk meg, és hogy olyan apa voltam, akire büszke lehet. Nem tett semmi olyat, amivel ezt a fájdalmat érdemelte volna. Sine Deo Augustin Lefebvre százados. Tudom, hogy rossz a francia kiejtés, de nem tudok franciául, na. Medical supplies. Várjál, nem úgy van az. Várj egy kicsit. Azt nem lehet. Van egy kis fényünk. Na, oké. Azaz! Mi volt ez? Laudanum. Igen, láttuk az intróban ugye, hogy a lezuhanás után egy ilyet fogyasztott el. Terhesség alatt nem alkalmazható. Hát akkor ezt a csajszínak nem nagyon kellene fogyasztania. Légzési nehézséget okozhat, fájdalomcsillapítók, egy nyugtató, hipnotizáló hatású. Túlzott mennyiség esetén méregként hat. Hey! Azt mondtam, rakd ide föl! Köszönöm. Hogy megyek én ki innen? Hogyha én azt ahhoz hozzányúlok? Akkor élesítem a gránátot? Mert itt, hát itt nem nagyon tudok visszamenni, ha megnézitek. Tehát itt gyakorlatilag... Mert ugye leszakadt az a cucc. Itt nem tudok visszamenni, nem tudok arra menni, ahonnan jöttem. Mi van akkor? Yes.
Ez nem jött be. Nem le... Várj, egy ilyen nem tudom elvágni a kötelet? Rohadtul logikus lenne. Tessék. Ezt valahogy el kéne vágni ezt a kötelet, hello? Legalább nem sérültem meg. Azt hiszem. Nem sok maradt belőle. Hát... erre is lehet... Várjál csak. Itt tudtunk volna kimenni. Na basszus, ezt nem vettem észre. Jó van, akkor már mindegy. Én kirobbantottam magamat. Mi volt a harmadik? Só, valamilyen... Quartermaster Stores. Szállásmester... Salétrom! Aha. Salétrom kell már csak. Mi ez? Valami, mint a... Mi? Na, nyugodjál meg, már régen... fényben vagy. Így. De... Lehet, hogy meg kéne innom egy ilyet. De honnan tudjam, hogy... Hát, megittam, de ez a fekete cucc nem múlt még el. Na, várj egy kicsit. Ha már megittam ezt... Volt még egy. Ugye, amit... Bocs! Ja, csak ki tudja, hova repült. Hát... Sajnos az már nincs itt. Mert ugye ide raktam föl, de... Ja, igen, a lökés hullám az így valahova elrepítette. Hát ez csodálatos. És itt nincs több, ugye? Ahogy az ördög vinné el. Hát ezt... ezt akkor jól elintéztem magamnak. Nem lehet tudni, hogy... Hogy hova gurult? Hát ezt szerintem már nem fogom megtalálni. De lehet, hogy egyébként szét is robbant. Sőt, az a valószínű. Ó, ezt elrontottam. Na mindegy, hát akkor... mondhatni úgy kell nekem. Thank you.
Jó, és akkor a... Itt jöttünk be. Quartermaster Stores, az hol volt? Basszus, az hol volt? Benne az előző épületben? Akkor vissza kell menjek oda, ugye? Nem, várjál, nem. Nem. A hátsó, azt hiszem a hátsó udvar volt, ahol kijöttünk. Ha? Most mi a baja? Hallottam valami hangot. Pedig ebben nincs itt senki, lehet az volt a baja. Elméletileg... Márpedig... Márpedig... Hűha! Lehet, hogy vissza kell menjünk. Ó, nézd, mi van ott. Így. És akkor... Jó, az akkor ott marad. Salétrom. Jaj, ne! Jaj, ne! De itt van benne az a köcsög. Ojaj. Arra vagyok kíváncsi, hogy a fényeket, amiket itt benn meggyújtottam, az vajon úgy maradtak-e? Megjegyezte-e a játék? Halló? Gyufa! Halló? Nem akarok zavarni. Bassza meg. Csak salétromért jöttem, és már itt sem vagyok. Ezek a hangok rendkívül biztatóak. Íh. Jó, látom. Hogy mi? Itt nincs több fényforrás
sajnos. Ez az egy van. Ezek a hangok nem túl biztatóak. Ez az. That's what I was looking for. Now let's get out of here. Mintha az olyan egyszerű lenne. Nem? 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 Tessék békén hagyni. Jó. Értem én a tréfát. Hogy kap be. Szerencsére nem nagyon ijedtem meg. Nem számítottam rá, de azért... It was a dream. Just a dream. Zó. Ejha! Mi történt az ásóval? Jó. És akkor most... Visszamegyünk. Köcsög madár. Visszamegyünk összerakni a cuccot. Elméletileg itt kell összerakni, mert ugye itt írta azt a három dolgot, itt írta föl. És azt hiszem ott volt egy olyan asztal. Na, tök jó, megjegyzi a fényforrásokat, amiket begyújtott a játékos, ez így van rendjén, helyes. Nagyon jó. Tehát... megvan mind a három, és akkor most... Horrag... Várja. Igen? És most? És ezt hol kell összetákolni? Mert én nem tudom. Mit csináljak ezzel? Nem lehet... Egymásra húzni nem lehet, kombinálni nem lehet. Ó, van még egy, azért, orvosságom. De akkor... Igen? Na
Hát itt írnak a különböző hozzávalókról, de arról nem, hogy ezt hol lehet összekeverni. Ez fogalmam sincs. Én azt hittem, hogy itt. Várjál. Igen. Ez most mi? Fúj! Takarodj innen! Pedig itt írja, hogy mix. Jó, a salétromot bele tudtam tenni, de a másik kettőt már nem tudom. De miért? Látod? Ezt nem lehet. De miért? Tudom, hogy több kell, de a többit nem vagy hajlandó belerakni. Hát akkor mit csináljak? Hát... Egy csésze, azt mondja. Őrült... Egy csésze kémpo... És azt mondja, hogy a jó Istenbe mérem ki az egy csészényit? Egy csésze, hát kösz! És az hogy? Itt kell megőrölni a szenet? Ez az. Értem, és akkor ez lesz a... Jó sejtem, hogy ez... Nem a csészényi a lényeg, hanem csak le kell őrölni a szenet, és... Értem... Jó, van, szerencsére nem volt annyira túlbonyolítva, és itt volt rögtön a másik szobában, úgyhogy... No problémo, ezt is... És... A ként is. Ez az. És akkor... Most! Well, I've got something. And so far, I still have all my fingers. Head up and try it out, I guess. Yeah, yeah.
betöltjük a tankba, és kilőjük azt a nagy kaput. Remélem. Majd kiderül. És nagyon remélem, hogy a kapura kell lőni. Azt nem tudom, hogy a játék engedje azt, hogy gyakorlatilag elpazarold ezt az egy lőszart. Tehát mondjuk nem a kapura lősz, pedig arra kéne, azt vajon engedi? Remélem nem. Tehát. Akkor. Várjál már. Hogy tudom betölteni? Én azt hittem, hogy itt kell... Miért csak? Oh! I almost wish I had that creature in front of me now. Igen, ezt megértem. Well, what could go wrong? Nem számítottam. Azt hiszem a tank lezuhant, mert a talaj úgy tűnik nem bírta el a lövést. Alice? Little one? Na, hogy lehet? Hogy zuhanhatott le? Fuck, that hurts. Oh. Good little one. Gyerünk! Enni fog az! I felt them break. I felt them break, but... they're not broken now. What the hell? I don't know how to tell. Shit! I can't carry on like this. I need to get to the doctor. Jó, a gyerek még életben van. Jó? Másik irányba kell forgatni. Haha! Ne! Oszta! I need to get out of here. Aha. Hát ez csodálatos. Heh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 
Ha-ha-ha-ha. Ott van még gyufa, jó? Még nem szedem föl. Egyelőre, várjunk egy kicsit. Ez mit csinál? Leengedi a vizet. Aha. Most leengedtem a... És ez nekem miért jó? Mert erre nem lehet menni. Értem. Minden világos. Aha! Jó! Oké, értem. Úgy! Azt az egy darab gyufát kérem. Na hát akkor... Említettem már, hogy minden horrorjáték egyik kötelező eleme a csatornarendszer. Valamiért nem maradhatnak ki. Nem tudtam, mi ez a kék színű izé. Reméljük, amikor van rudolni kezd megérintetet, hogy ezzel csökkensd a félelmedet. Jaj, a saját gyereke is félelmet okoz neki? Jó. Értem én. Azaz. Ott van még több gyufa. Az mi? Olaj. Lámpa, kicsi. Tessék. Csak hogy legyen kicsit több hely az inventoriban. Van pár cetli. Ha tovább akarunk vizsgálódni, akkor állványzatot kell építenünk. Szükségünk lesz fára és egy jó hosszú kötélre. Azt hiszem, van valami törés a falakban, mélyen alattunk. A vízszint régebben sokkal magasabban volt, és valami fészülődik át a vizen. Nincs semmi. Hát szerintem... Igen, ez elég egyértelmű, hogy itt... Mire gondolt a költő? Jaj. Hát akkor takarítsunk egy kicsit. Jaj. Azt, amilyen erős a csajszi, oda néz. Úgy. Arrébb. És... Ezt is arrébb. Hello? Hát... Hogy bassza meg... Már kicsit jobb a helyzetünk. Aha. Ott van még egy fákja, de azt most nem gyújtom meg.
Menjek le oda! Nyilván. Emlékeztek még az Amnézia első részében, amikor bejutottunk a csatornarendszerbe? Ugye rögtön a pálya úgy kezdődött, egy szinte ugyanilyen nagy teremben voltunk, csak ott lent voltunk a földszinten, és ugye fölfelé volt ilyen, ja, nagy tér, csak most nagyon hasonló a dolog, csak most nem fölfelé, hanem lefelé kell menni. Ugye az Amnézia 1-ben ott lentről indultunk. Jaj, ne! Jaj, ne! Platform, oly jaj, ne! Na, most fogok meghalni ezerszer kávé. Borzalmas rossz, ez nagyon rossz ötlet, ez nagyon-nagyon rossz ötlet, ez nagyon-nagyon rossz ötlet, ez nagyon rossz ötlet, ez nagyon rossz ötlet. Stay calm. Hogy? Hey! Hát valaki ott bemászott. És csupasz volt a segge. Aha, hogy ne? Inkább nem. Olaj! Ó, várja. Aha, tehát a, jó, hogyha így kéken, kékszínű sebződés kap a csaj, akkor X-et kell nyomni. De innen jövök. Csodálatos! Ennek rettentő mód örülök. Mennyi gyufánk maradt? Már csak 6 darab. Csodálatos. Jó, itt van 2 fákja, várjál. Itt van 2 fákja, 3 fákja, aha. Egy, 2, 3, 4. Ha-ha! Így. Menj arrébb. Szerintem nincs. Csak egy bogár. Ó, gyufát látok! Na, az most viszont nagyon fog kelleni. Azaz. Na, 7, jó. Jók vagyunk.
Ott nincs. Nézzük meg ezt a papírt. Usem írásaiból kiderül, hogy milyen szándékkal érkeztek ezek az idegenek. Messziről jöttek hozzánk hódító gondolataikkal, és szolgáikká, rabszolgáikká, prédájukká, takarmányukká tettek minket. Ez utóbbi szó termés szóval is lefordíthatjuk. Eredetük nem világos, de nagyon valószínű, hogy ez egy újabb betörés volt a Nílus környéki területekről, vagy még távolabbról, Perzsiából. Oké. A királynőnek nem volt királya. Sok herceg udvarolt neki, de egyik sem hozott neki örömet. Szomorú volt, mert gyermeket akart. Kérte bölcsembereit, hogy segítsenek neki, de azok azt mondták, miért akarsz gyermeket? Mi mindannyian a te gyermekeid vagyunk. Gyermeket kell szülnöm, mondta. Mert nem lehetek örökké királynő, és valakinek királynőnek kell lennie utánam. Badalság, mondták a bölcsek. Főzünk neked egy varázsitalt, és akkor örökké fogsz élni. Mindig te leszel a mi királynőnk. Így hát ezt tették, de néha, amikor egyedül volt, a királynő sírt, mert bár ő volt a világanyja, ez nem volt elég. Mi? Hoppá, megint rombolok, pedig nem akartam. Hú! Szándékos volt. És most van 9 gyufánk, így van. Ott van gyertya, várj egy picit. Igen. Jó. 1, 2, 3. Nem. Még egy papír. Ez a harmadik nap. Mórokból álló utazócsoportba keveredtem. Egyikük szenved. A király gonoszságának árkas útja, ezért velük együtt imádkoztam a lelkért, hogy mielőbb elérje az anya barlangját. Azt mondták nekem, hogy te szemt 2 napi járóföldre van, ha minden jól megy. Még mindig van egy akadály, amit le kell küzdeni. Az út egy bizonyos Tarkan Rice, az oszmánok rabló bárójának birtokán vezet keresztül. A zarándokoknak súlyos tizedet kell fizetniük, hogy használhassák a vizét, és hogy átkelhessenek a hágón. Van fűszerem és 3 tallérom. Imádkozom, hogy ez elég legyen. Hát ez nem tudom, akkoriban mennyit ért egy tallér. 1. Úgy, finoman tettem le. Emmi! Azon a napon az emberek ellették a város mellékutcáit. Amikor a torony ajtaja kinyíltak, új császárnők neve úgy hullámzott végig a tömegben, mint festék a vízben. Tihana, áldott Tihana. Tihana, blessed Tihana. She stepped down, bareheaded and barehanded, dressed in a simple robe, and she walked amongst the people. Some cried out with joy, some wept openly. Behind her came Tamaku and the rest of the alchemists, bearing a litter on which rested 7 crystal orbs. What in the name of God? Én sem tudom, hogy ez mi volt. De ilyen hengerek voltak a Penumbra trilógiában, azt hiszem azok voltak a mentési pontok, ha jól emlékszem. Na. Kis hajó. Még egy papíró. Assyriel oké. A világ délnyugati részének ura. 20 nagy herceg szolgálja nappal, pont amennyi éjjel is. És nekik valamennyiük neki számos saját szolgálója van. A hercegek közül 8-at említünk, akik a naphoz tartoznak, pont amennyit az éhez tartozók közül.
mert a gyakorlat szempontjából ennyi is elégséges. A naphoz tartozók közül az első négynek 40 szolgálója van fejenként, akár csak az éjszakához tartozó első négynek is. A naphoz tartozó további négynek 20, és az éjszakához tartozó utolsó négynek 10 fejenként. Mind jó természetűek és hajlandóak engedelmeskedni néked, akik naphoz tartoznak. Azokat nappal idézd, míg akik az éjszakához, azokat éjjel. Itt következnek névpecséteik. Itt következik a 8 herceg, akik a naphoz tartoznak. Olitors, Kargör, Buni... Jó, oké, danke schön. Na! Jugi! Jó. Na. Milyen szép fényességet csináltunk ide. Jaj, de jó, oda nézd, mennyi fákja van itt. Jó van. Hé, most menjünk tovább a sötétségbe. Van még? Van 5 per 10. Já. Itt van egy fákja. És ott van egy fákja. Aha. Ott is, várjál. Itt van egy fákja. Itt azt meg lehet gyújtani. Ott is van egy fákja. Ott is van egy fákja. Tehát. Egy, kettő. Három. Na, én... pont nem értem oda. Hét per tíz. Hát ha most kapnék egy hármas gyufadobozt, mármint olyan gyufadobozt, amiben három darab gyufa van, akkor meggyújtanám azt az egy fákját is. Itt nincs semmi. Kettő. Jó, az se rossz. Elfogadom. Én nem csinálok semmit. Ez boszorkánság. Zó, nyugodj! Nyugodj! Köszönöm. Nincs értelmét meggyújtani, mert ide már nem jövünk vissza, az, már, az most már egészen biztos. Jó. Gyorsan kell átmenni, mielőtt lecsukódik. Azt mondja, itt van egy... egy gyertya.
Nem látok semmit! Hol van? Elment? Nem tudom, hogy... Nem látok semmit. Nem mehetek be oda? Ja? Remélem nem tud utánam jönni, vagy nem fog utánam jönni. Nagyon gyorsan fogy az olaj, kicsit spórolnom kell vele. Hogy mi? Egy kicsit ugyan lejjebb kerültünk. Aha, aha, oda kell lejutni, ugye? Csináltunk még egy kis fényt, az sosem árt. Nagyon jó. Tíz per tíz. Oké. És ott van még több gyufa. Nagyszerű. Mármint irónia nélkül. Ez jó, ez jó. Jó, hogy ott volt, ja? Miből gondolja, hogy ember? Hát nem egészen olyan emberi formája van. Oké, na ezekkel a tekerentjükkel, várjál!
Jó, nincs semmi. Ezekkel a tekerentyűkkel kell valamit csinálnunk. Nézzük meg, hogy melyik mit csinál. Már megint? Nyugodj már meg! Ez a nagy harangszerű izé, ez... Az ott nem nyílt ki, tehát... Ott... Oda tudnám bemenni, na de hogyan? Azon... Várjál csak! Ott nem tudom, felemel... Aha. Igen, azokban a sinemben tud az mozogni. Azt értem. Miért nem tud feljebb menni? Pedig ott van pont a helyén. Miért nem tud feljebb... Hát én ezt most nem értem. Hát ott pont ott van a sínben, tehát hogy... Nyilván erre kell jönnöm. Azt hiszem. Nem tudom. Nagyon kevés. Az olaj lámpához. Igen, köszönöm.
Hogy mi? De... Hé? Ne! Menj vissza! Menj! Hát én oda nem tudok innen átmenni, ahhoz... De hogyha megemelem ezt, akkor meg oda nem tudok átugrani. Ezt most én nem vágom. Azt hiszem, már értem. Hát de... Várj, ez még mindig nem stimmel, mert nem tudtam felemelni azt a cuccot. Azt nekem fel kéne tudnom emelni, tehát... Azt ott! Látod? Nem engedi... Azt nem hiszem el ezt a gyereket. Miért nem tudom? Miért nem tudom felemelni? Hé? Hát pedig itt az lenne a De ha ott emelem föl, akkor az ott útban van, hát az úgy nem jó. Nekem ott kéne felemelnem, ahol most van. Na várjál. Nem engedi. Ott sem tudom, mert ott be van omolva, látod? Hát ez neki nincs értelme. Nem. Egyszerűen nem tudom tovább tekerni ezt a cuccot. Nem engedi felemelni. Nem engedi. Nem megy fel az a cucc. Nem értem. Hát ennek így nincs értelme. Ja! Jó, I'm stupid. Álljál már meg! Hát ez visszamegy! Hát de... Sejtem, várj, van egy ötletem. Várj egy kicsit. Sejtem, hogy mit akar. Aha!
Aha. Aha. Ú, de cseles. Jó, ez nem is volt olyan rossz. Ja, értem már. Aha, azért nem tudtam felemelni, mert az a lemez ott... Jó, oké, megakadályozta. Jó. Erre nem gondoltam. Én voltam a hülye. Tehát... Most itt nem kapcsolok olajlámpást, mert ugye egy ideig bírja a csaj így is. Erre. Na meg aztán a olajból egy kicsit... Já. Kurva fi. Éppen hogy, az utolsó pillanatban meg tudtam gyújtani. Ó, itt is... Na mindegy. Tekerd! 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 És átmegyünk. Kifogyott az olaj. Most már van olaj. Azt már nem tudtam meggyújtani. Ott valami be tud majd jönni. Kb. Semmit nem látok. Itt most nincsen gyufa, ez nem nyert. Mindent át kell kutassak. Olaj, jó, azt is megköszönöm. Azaz. Van egy kevéske olajunk a lámpáshoz. Mennyi gyufám van? Még van 8. Jó, az nem rossz, az nem rossz. 8 gyufa az még nem olyan rossz. Azt a cirkusz! Mondom, ez a gyerek több problémát okoz, mint az ellenfelek. Na. Ögy. Hogy mondtad? Ez baj. Csak a zene alapján kezdtem el sprintelni, mert... A
lámpákat, az csodálatos. Akkor aztán sajszeg áll, hogy lopakodok, vagy se... Kap be! Ajaj! Ajaj! Észre fog venni! Észre fog venni! Hello! Jó napot kívánok! Kap be! Haj, hallod, de csúnya vagy! Ho-ho! Ja! Pedig én nyomtam mindent. Mindent is. Ahogy a játék írta, én aztán próbáltam védekezni. Én próbáltam. Ilyenkor mi történik? Itt is mindenképp meg kellett halljak. Mert nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha ez... látod? Megint olyan helyen vagyok. Hogy mi? Hát ki fogom törni a nyakam, ha itt lezutyanok. Na, mégsem, jó van, jó van. Fogalmam is hol vagyok. Fogalmam sincs. És azt sem tudom, hogy merre kell menjek. De jó! Itt van Pista bámá megint. Ott van-e? A köcsögje. Nem már! Ez a gyerek is a legrosszabbkor rúdossa az anyját. A lehető legrosszabbkor. Nem mondod, hogy ezek ketten vannak! Azok ezek ketten vannak! Hát ez...
Nem. Erre tudok, meg tudom kerülni? Itt is van egy fákja. Itt is van egy. Oké, hogy találok gyufát, ez tök jó, csak fogalmam sincs, hogy merre kell menjek. Fingom sincs. Nem innen jöttem? Ó, le lehet merülni a víz alá is. Bár ez nem a legtisztább víz. Ez szemét a játék. Na, Pistová! Mi történt? Fogalmam sincs, mi történt most az előbb. Ejha. Ó. Oh. A víz elég jól néz ki amúgy. Na, leértünk ide. Erre a pontra. Úgyhogy a következő részben fogjuk megnézni, hogy mi van ott. Leértünk a legaljára. Hát egyszer azért Pista bár rendesen elfenekelt. Egyszer elkapott, de... Hát ki tudsz szagolni, akkor annyira mindegy, hogy lopakodsz meg, hogy hova lopakodsz. Tehát, hogy, mert akkor gyakorlatilag azt mondtam, hogy bárhol észrevett. Ez érdekes, hogy a korom sötétben észrevett. Na mindegy, kíváncsi vagyok a folytatásra, és a ti is akkor tartsatok meg közel, minden folytatjuk. Az Amnézia 3-at. Szevasztok!